Hogy érzed magad így az első speed fitness edzés után? Nagyon furcsa volt, teljesen ilyen, olyan érzés volt, mintha csikiznének folyamatosan, de egy kicsit fájt is, tehát olyan fura is. Azt gondoltam, hogy hát ez mi lesz, ez nekem semmi, nem fogok elfáradni, és abszolút éreztem mindenféle izmaimat, hogy igenis meg van mozgatva, úgyhogy azt hiszem, hogy ez működik. Honnan az ötlet? Miért pont speed fitness? Nyilván hallottam már sok helyen, hogy speed fitness, meg minden, és így mondom, úgy tök jó lenne kipróbálni, és végre jött az alkalom, hogy akkor ezt megtehettem ma. Cseppet sem bántod meg? Nem, ez rossz kérdés. Fogsz még jönni? Biztosan igen. Hogy érezted, hogy ez felér egy valódi komoly edzéssel? Tehát nem volt megterhelő? Így hirtelen elsőre? Hát ugye hozzá vagyok szokva nagyon erős, kemény edzésekhez, de amikor miután kikapcsolt a gép, és éreztem, hogy vége, akkor volt egy ilyen, éreztem, hogy a testem így abszolút így megkönnyebbül, hogy hú, vége van. Amikor csináltam a gyakorlatokat, akkor is azért kemény. Tehát nem azt mondom, hogy nyilván nem ér föl egy 5 órás biciklizéssel, de biztosan jó a fogyásra is használják ezt a hölgyek, férfiak, úgyhogy remélem, hogy az is működni fog, mert hát azért felesleg rajtam is van, attól függetlenül, hogy ilyen rengeteg. Attól függetlenül nem látszik rajtad. Nagyon aranyos vagy, köszönöm szépen, de hát azért van. Beszélgessünk akkor picit az edzésről, meg magára a gyors korcsolyázásról is. Hol tartasz most, mire készülsz most? Hát ugye 2014 februárjában lesz az olimpia, és már elkezdtem a nyári felkészülést erre. Nagyon remélem, hogy vissza tudok menni Németországba, ahol már 2 éve készülök, Inzelbe. Egyelőre most folynak a tárgyalások, hogy akkor ez miként, milyen módon, mert nyilván ez sajnos még mindig az anyagiakon múlik, de engem oda szívesen várnak vissza, csak hát ezt meg kell finanszírozni. Eddig is ott edzettélként? Igen, így van, a Sportország támogatásával sikerült ott kint készülnem, és nagyon szép eredményekkel, úgyhogy nagyon remélem, hogy ez folytatódni fog, és én pozitívan állok hozzá az egész olimpia dologhoz, úgyhogy én azt mondom, hogy igenis ott leszek. Én mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy megteszek most is, és meg fogok a jövőben is, hogy ott legyek. Úgy legyen, milyen eredményekkel büszkélkedhetsz? Most a legutóbbi szezon, ugye márciusban ért véget, és kijutottam a világbajnokságra, a sprint világbajnokságra, ami egy nagyon nagy eredmény, mert 6 éve ez eddig nem sikerült, úgyhogy most ez igen, és 40 másodperc alatt tudtam korcsolyázni 500 méteren, ami az is egy hatalmas eredmény. Nyilván az élvonalhoz képest ez még egy kis lépés, de viszont nekem nagyon nagy. Tehát eddig nem sikerült soha, tehát 16 éve korcsolyázom, már 10 éve állt fönt az 500-as csúcsom, ami 40,3 volt, és most 39,6-ra tudtam lefaragni, ami 2 tizeddel marad el Egyed Krisztina országos csúcsától, úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon jó eredmény, illetve januárban volt az Európa-bajnokság, ahol 500 méteren 14. tudtam lenni, ez egy középmezőny, úgyhogy végre észrevették, hogy igen, Ágota is ott van köztünk, és lehet még meglepetéseket tud szerezni. Nem bízom benne, hogy Ágota még bőven hoz nekünk meglepetéseket, akár az olimpián is. Igen, hát nem kergetek nagy álmokat, tehát én nagyon szeretnék ott lenni, nem szeretnék negatívoskodni, nyerni viszont tudom, hogy nem fogok. De minden. Én nagyon remélem, hogyha kijönnek a lépések, akkor én azt gondolom, hogy egy középmezőnyt el tudok az olimpián kapni. Hát itt az nagyon szép eredmény lenne. Hát igen, tehát hogyha megnézzük az itthoni lehetőségeket, azért az egy nagyon-nagyon-nagyon nagy eredmény lenne. Drukkolunk. Nagyon szépen köszönöm.